Itt tart a forróság. Péntektől hétfőig harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Többből jobbat? Drágult a gyermekétkeztetés Békés Csabán. Magyar Kupa. Csapatépítő programokkal készül az előre a Monor elleni mérkőzésre. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Péntektől hétfő éjfélig országszerte a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe. A következő napokban várható hőség miatt mától ugyancsak életbe lépett a vörös kód, ami hétfő estéig kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több vizet, a déli órákban pedig senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett a tartós kánikula és a csapadékmentes időjárás miatt jelenleg 7 vármegyében, köztük Békésben is tűzgyújtási tilalom van érvényben. 2 új rizsfajta született a közelmúltban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szarvasi rizskísérleti telepén. A nemesítéssel és a hazai rizstermesztés vetőmagbázisának előállításával foglalkozó szakemberek kiemelt célja az, hogy csökkenteni tudják a rizstermesztés jelentős vízigényét. Szokatlan dolog Magyarországon a rizsföldeket látni, főleg Békés vármegyében. Azonban itt szarvason működik hazánk egyetlen rizskísérleti telepe. Mint ahogy a többi kultúrnövény esetében, úgy a rizsültetvényeken is egyre népszerűbb a dróntechnológia alkalmazása. A modern eszközök használata nagyban megkönnyítheti a szakemberek munkáját, hiszen így hatékonyabban lehet ellenőrizni a növények egészségi állapotát, illetve növekedésük ütemét. Attól függően pedig, hogy milyen kamerát szerelnek fel a drónra, az emberi szem által nem látható tartományok is érzékelhetővé válnak. Ezek a speciális kamerák ennél több, már közeli infravörös, illetve olyan az emberi szemmel nem látható tartományokat is tartalmaznak, amelyekből tudunk számításokat végezni, amelyek vissza tükrözik az eredmények alapján, hogy a növények milyen klorofil tartalommal rendelkeznek, hogyan hasznosult bennük a nitrogén. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársai a galambosi kísérleti telepen kutatási, nemesítési és vetőmag előállítási feladatokat látnak el. Jól lehet, a rizs őshazája a trópusokon van, azonban Magyarországon is kedvező körülményeket lehet biztosítani a növények fejlődéséhez. Erről már a felsőoktatási intézmény tudományos munkatársa beszélt. Jancsó Mihály kiemelte, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a hazai és nemzetközi partnerekkel a rizs szárazság és hidegtűrésének fokozásán dolgoznak. Ennek eredményeként az elmúlt években 2 új rizsfajta is született szarvason. Az egyik az SV Szellő névre hallgat, és különlegessége, hogy rendkívül hosszú szemű, jó főzési tulajdonságokkal rendelkező pergős rizsfajta. A másik az SV Tünde, pedig elsősorban a minősége mellett a rendkívül magas termés eredményeivel emelkedik ki a többi Magyarországon elérhető fajta közül. A szakember hozzátette, hogy a magyar fejlesztéseknek köszönhetően számos hidegebb éghajlatú országban, mint például Ausztriában is lehet eredményesen rizst termeszteni. Tavaly óta az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és egy megbízott vállalkozó látja el a gyermekétkeztetési feladatokat Békés Csabán. A nyári szünet előtti utolsó júniusi közgyűlésen a szolgáltató kezdeményezésére ismét emelték az ételadagok árát, valamint az intézményi térítési díjakat is. A Békés Csabai közgyűlés a vállalkozó által kért 30%-nál alacsonyabb mértékű emelést állapított meg a közétkeztetésben szeptember 1-től. Alacsonyabb térítési díj emelést terjesztettünk elő, hogy azért a
ország legmagasabb pozícióiban lévő személyektől származó elemzés alapján, ugye az év utolsó szakaszában, fél évében, negyedévében jelentősen lassuló inflációról szólnak az előrejelzések, amely minden bizonnyal az élelmiszeripari, az élelmiszerárakra is vonatkozni fog. A szolgáltató cég ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy a tavalyi háborús inflációt követően a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján is 40%-os az élelmiszerinfláció, míg a saját tapasztalataik alapján egy év alatt az alapanyagárak 112%-kal nőttek. Hat dietetikus dolgozik azon, hogy ebből a keretből egy jó minőségű ételt tudjunk biztosítani a Békés Csabai gyermekek számára. Tehát, hogy rendkívül nagy előkészítő munkát tettünk bele az őszi kezdésbe. Másodrésztről a beszállítóinkat olyan áralkuba kényszerítettük, mondhatjuk, hogy ki tudjuk szolgálni a Békés Csabai gyermekeket. Az áremelkedés az óvodai, az általános és a középfokú iskolai korcsoportokat érintően 9%-os, a kollégiumi ellátásoknál pedig 10,5%-os lesz szeptembertől. A hagyományokhoz hűen a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége ismét megrendezi a Családi Egészség és Sportnapot szombaton. A szervezők idén is színes programokkal készülnek mindenki számára, korosztálytól függetlenül. A Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége idén is életre hívja a közel 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvényét. A szervezők sportprogramokkal, szellemi és ügyességi játékokkal várják az érdeklődőket, emellett a korábbi évekhez hasonlóan a főzőverseny sem maradhat el. Sertéspörkölt készül, bőrös sertéshús, 25 kiló, a bográcsunk akkor, hogy ez a 25 kiló éppen belefér, 40 literes, körülbelül 2,5-3 óra hossza kell a megfőzéséhez. Szeretnénk, ha nagyon finom lenne itt a barátommal, közösen főzünk. Szrenka Pálné elnök szerint a rendezvényük továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A program célja a sportolás, a mozgás népszerűsítése mellett az, hogy a családok minőségi időt tölthessenek együtt. Nagyon sok nyugdíjas van olyan, hogy kevés a nyugdíja, és nem tudna elmenni akármilyen előadásra, de ezeken a programokon részt tud venni, és azokon a napokon kikapcsolódik, legalább nincs gondja, bánata az embernek, hanem örülünk egymásnak, mert azért az sem utolsó, hogy azért ebben a korban többet összejönni, beszélgetni, találkozni, mert ez nagyon, nagyon fontos. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik a köszöntőkkel, majd gyógytornával folytatódik. A szervezők az esemény részeként egészségügyi méréseket is biztosítanak a jelenlévőknek. Csütörtökön a Munkácsy Mihály Múzeum Blue Chip sorozatának újabb állomására várták a kultúra kedvelőket. A több részből álló programban a 100 éve született Siner Mihály művészete került a középpontba. Kurátori tárlatvezetéssel indult a Munkácsy Blue Chip sorozat csütörtöki eseménye. A Siner Mihály születésének 100. évfordulójára rendezett tárlatot a múzeum saját, illetve magán- és közgyűjtemények darabjaiból válogatták össze. Gyarmati Gabriella elmondta, hogy a Siner életműben megfigyelhető legfontosabb erővonalakat igyekeztek hangsúlyozni. A Munkácsy Mihály Múzeum ebben a kertjárban csak a kémészeti tevékenységére fókuszálta a figyelmét, hisz játékkísérleteinek ott nek a bemutatására szolgál az év 365 napján a Békési úti meseház. Tehát nekünk tulajdonképpen csak a kémészeti működésének a bemutatása, korszakolása, minden korszakból, ha lehet, a legérdekesebb, legfontosabb, leginkább emblematikus művek kiemelése volt a feladatunk. A második blokkban Bayi Miklós Zoltán tartott előadást, melyben a Siner életművet európai művészekkel hozta párhuzamba. Mint mondta, a felkészülés egyben nagy felfedezés is volt. A 20. századi művészetben rengeteg olyan párhuzamot találunk Sénerrel, amelyet
amelyre érdemes odafigyelni. Egyrészt van a népi kultúránál, tehát ott az első kezdem a Chagall-lel, akkor egy magán magyar vonatkozás az Ámos Imre, aztán Tóth Menyhért, szintén mondjuk, akkor megint ugrok egy nemzetközi kitekintésre, a Klee Miró, és akkor a végén tulajdonképpen eljutok Kassák Lajoshoz. A Meseház színházi előadással készült az eseményre. Schéner Mihály élet elképzelt élettörténetét mutatja be egészen a születéstől, az édesanyától való elválásig. És ugye aki járatos a Schéneri életműben, az föl fog fedezni benne olyan motívumokat, amik megjelennek az ő munkáiban. A Munkácsi Blue Chip következő programját augusztus 31-én tartják, amikor Szent László király emlékezete kerül fókuszba. A Szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark is csatlakozik az Állatkertek éjszakája rendezvény sorozathoz. A szervezők augusztus 26-án szombaton látványetetésekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Levettem róla ezt a leplet, és akkor kicsit megriadt, de talán így már látunk belőle valamit. Az Állatkertek éjszakáját immár 12. alkalommal rendezik meg hazánkban. Az ország számos pontján ezúttal is augusztus utolsó péntekén készültek hosszabb nyitvatartással a természet és az állatok szerelmeseinek. A Szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark szombaton csatlakozik a programsorozathoz. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan színes bemutatókkal, többek között látványetetéssel, érdekes állatismertetőkkel várják, akár a kisgyermekes családokat, akár a csoportosan érkező érdeklődőket. A kedvencem azok a gímszarvasok voltak, azokból a kicsik nagyon cukik voltak, meg a vaddisznókból a kicsi bébik, azok is nagyon aranyosak. A látogatóközpont vezetője hangsúlyozta, a vadvilág lenyűgöző és különleges képességeire, bámulatba ejtő csúcs teljesítményeire szeretnék helyezni a hangsúlyt, de a programok összeállításakor külön figyelmet fordítottak a gyerekekre. A négy nagy sztárfaj mindenféleképpen szerepelni fog a délután további részében, ugye estében nyúlóan egészen este 21 óráig lesz nyitva az állatpark, sorra kerülnek a fakókesejük, az európai bőrények, a jávorszarvas testvérpárunk, akik Lengyelországból érkeztek, és a szürke farkasok a park legnagyobb sztárjai. A programok augusztus 26-án délután 3 órától este 9 óráig tartanak, de belépésre csak este 7 óráig van lehetőség. Három Békés Csabai atléta juthat szerephez a budapesti atlétikai világbajnokság szombati versenynapján. Márton Anita délelőtt 10 óra 25 perctől a női súlylökés selejtezőjében léphet dobókörbe. Az olimpiai bronzérmes fedett pályás világbajnok versenyző célja, hogy idei legjobb teljesítményét elérve bejusson az esti fináléba. A kvalifikációs szint 19 méter 10 cm lesz. Amennyiben ezt kevesebb, mint 12 versenyző éri el, akkor a 12 legjobban teljesítő atléta szerepelhet a döntőben. Steigerwald Ernő az este 7:30-tól induló elődöntőben a 4x400 méteres férfi váltó első embere lesz, míg Nagy Levente első számú tartalék, így sérülés esetén kerülhet be a csapatba. A döntőbe a két elődöntős futam első három helyezettje, valamint a további két legjobb időt elérő négyes jut be. A mieinktől az előzetes nevezési idők alapján nem elvárás a fináléba kerülés, azonban a csapat célja, hogy megdöntse az országos csúcsot. Összetartó programokkal egybekötve készül szombati Magyar Kupa mérkőzésére a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata. A lilák ellenfele a szintén NB3-as Monor lesz, azonban a találkozót a Kórház utcai fű megbetegedése miatt Körös Ladányban rendezik. Csütörtökön délelőtt a Czvak József Technikum sportedző képzésére jelentkező 14 és 15 éves tanulók látogattak el a Kórház utcai létesítménybe. A fiatalok a felnőtt csapattal játszottak közösen a hátsó füves pályán. A kezdeményezés célja a fiatalok motiválása volt. Nagyon nagy boldogság lehet nekik, nyilván gondolom örülnek, hogy itt lehetnek a felnőttek között, hogy ide szeretnének nyilván eljutni, és
ez egy jó dolog, hogy kialakul egy ilyen kapcsolat a felnőtt csapat meg a fiatalok között. Az együttesnek másfél hét alatt 3 mérkőzése is lesz, hiszen szombaton a Monorral játszik a Magyar Kupában. Szerdán a Kecskemét második csapatát fogadja, majd vasárnap Füzesgyarmatra látogat. A héten kicsit erősebb volt a hétnek az eleje. Játszottunk tegnap egy edzőmeccset a második csapattal, szerencsére tudtunk nyerni, a taktikai dolgokat be tudtuk gyakorolni a hétvégére. A Békés Csaba Körösladányban kénytelen lejátszani a Monor elleni Magyar Kupa meccset, ugyanis a Kórház utcai stadion pályájának talaja a korábbi nagy mennyiségű csapadék és a jelenlegi hőség következtében egy bakteriális gombás fertőzést kapott, amelyet kizárólag vegyszeres eljárással lehet orvosolni. A szakemberek napok óta azon dolgoznak, hogy a gyepszőnyeget megmentsék és minél előbb visszaállítsák a korábbi állapotot, de szombaton a pálya még biztosan nem lesz használható. Hát minden ilyen dolog az nekünk nehézséget okoz. Szeretünk volna itthon játszani, azért jó szériában vagyunk, a tétmérkőzéseket azért nyerjük, ami nagyon fontos, szerintem a szurkolóknak is, illetve a játékosoknak, szakmai stábnak, vezetőségnek. Bízunk benne, hogy Monorral hazai pályán egy jó mérkőzést fogunk tudni játszani. Sajnos ez nem így alakult, viszont én azt gondolom, hogy profi csapatként ez alkalmazkodnunk kell, és most Körösladányon kell játszanunk ezt a kupamérkőzést, természetesen a célunk az így is egyértelmű a továbbjutás. A helyszínváltozás miatt a klub szurkolóinak díjtalan a belépés a szombaton délután 4:30 kezdődő találkozóra. A Békés Csaba az idei szezonban még veretlen a tétmérkőzéseken, hiszen a bajnokságban eddig minden 4 mérkőzését megnyerte, míg a Magyar Kupa első fordulójában a Tiszaföldvárt búcsúztatta idegenben. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!